Következő előadás a fizikai biztonságról fog szólni, mely első pillantásra ugyan nem feltétlenül kapcsolódik szorosan az informatikához, mégis miután az informatikai eszközök jellemzően valamilyen fizikai lokáción találhatók meg, elválaszthatatlan az információ biztonság összességétől, illetve emlékeztetnék mindenkit, hogy amikor védelmi intézkedéseket tervezünk, akkor a logikai és az adminisztratív védelmi intézkedések mellett a fizikai biztonság, a fizikai védelmi intézkedések is mindig szóba kerülnek. Ennek megfelelően egy rövid áttekintés arról, hogy miről is szól a fizikai biztonság, mindenképpen hasznos, és mindenképpen tudnia kell mindenkinek, aki az információ biztonsággal, mint szakmával kacérkodik. Először is, miért fontos a fizikai biztonsággal foglalkozni? Hát egyszerűen azért, mert amikor a bizalmasságot, a sértetlenséget és a rendelkezésre állást vizsgáljuk, akkor a helyzet az, hogy gyakorlatilag az információt, az elektronikusan tárolt információt mindegyik szempontból veszélyeztetni lehet. Mert például bizalmassági sérülés lehet, hogyha fogom és lemásolom azt az adatot, ami az információhoz tartozik. Például úgy, hogy oda megyek egy végtelenül álló számítógéphez, és megcsinálom a másolatot. Vagy hamisítani tudom, hitelességi problémát tudok okozni azzal, hogy a számítógép mondjuk bekapcsolva marad egy irodában, nem zár le a képernyője, nem kell jelszó a hozzáféréshez, oda megy egy idegen vagy egy rossz indulatú belső alkalmazott, és átírja, megváltoztatja az adatot. Esetleg a rendelkezésre állást könnyen tudom befolyásolni, hogy nagyon egyszerűen elpusztítom az adott információs rendszert, vagy pedig szimplán kihúzom a dugót az áramból, és onnantól kezdve nem fog működni. Ennek megfelelően, mint látszódik, a fizikai térben keletkező fenyegetések legalább annyira veszélyesek az információs rendszerekre nézve, mint a kibertérből érkező fenyegetések. A legjobb, amit tudok tenni a fizikai védelem érdekében pedig az, hogyha a támadót egyébként távol tartom a védendő információtól a lehető leginkább, ahogy azt teszem gyakorlatilag a kibertérben is. Nem véletlen, hogy a kibertéri védelem nagyon sok analógiát mutat a klasszikus fizikai biztonsággal, a klasszikus biztonságtechnikával, és nagyon sok elmélet megközelítés származott át a fizikai védelemből az informatikai védelembe. Ennek az első legjobb mutatója valahol a hőskorba vezethető vissza. A számítógépek hőskorában ugyanis az első hekkelés az praktikusan a fizikai úton történt, amikor a katonai környezetből kikerültek az első számítógépek a felsőoktatásba, akkor ezek olyan számítógépek voltak, melyeket nagy laborokban helyeztek el, és gyakorlatilag úgy működtek, hogy kis klienseken keresztül gépidőt lehetett kérni, szerezni hozzájuk. Ennek megfelelően bárki, aki programozni szeretett volna, ezért a gépidőért versengett. Igen, nem csak hogy, mint ahogy rendesen működik a munkaidő, 8-tól délután 5-ig lehetett a gépidőt felhasználni, a számítógép utána éjszaka ott állt, kihasználatlanul, miközben a programozni vágyó egyetemisták tömegeit próbálták volna használni a számítógépet ilyenkor is. Ennek megfelelően természetesen, miután a hadsereg, aki kihelyezte ezeket a számítógépeket, sem volt teljesen hülye, nyilvánvalóan elzárták ezeket a számítógépeket a hallgatók elől, akik azért, hogy meghekkeljék a gépet, bevezették, illetve kitalálták az úgynevezett lockpicking, azaz a zártörésnek a játékát, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy hogyan lehet úgy kinyitni azokat a zárakat, melyek a számítógépeket védik, hogy azon ne legyen semmilyen külsérelmi nyom, és hogyan lehet sem mindezeket visszazárni. Az első hekkelés, tehát praktikusan a fizikai hekkelés volt, majd amikor rájöttek a számítógépek üzemeltetői arra, hogy bizony-bizony ott éjszaka is ketyegnek a bitek, elkezdték bevezetni a logikai védelmet és az első jelszavakat, innentől beszélünk egyébként a klasszikus hekkelésről. Jelenleg a fizikai védelem, a fizikai biztonság ennél lényegesen komplexebb természetesen, már csak azért is, mert amikor egy szervezet által védendő információról beszélünk, akkor az információ a mobileszközök, hordozható eszközök világában a világ bármelyik részén lehet. Sőt, a világegyetemen bármelyik részében lehet, ahol ember alkotta. Eszköz eljutott, hiszen ma már az űreszközök is képesek internetszerűen kommunikálni a földi hagyományos internettel. Ennek megfelelően, amikor fizikai védelemről beszélünk, akkor jellemzően egy elosztott, fizikailag bárhol megjelenhető környezet fizikai védelméről beszélünk, és ezt kell valamilyen módon
megváltoztatni, ehhez pedig mindenképpen egy olyan szemlélet szükséges, mellyel a klasszikus biztonságtechnikusok nem feltétlenül rendelkeznek. Itt jön képbe az információbiztonság egyik legfontosabb aspektus, ami szerint aki információbiztonsággal foglalkozik, az mindenhez kell, hogy értsen egy kicsit, így a fizikai biztonsághoz is, ezzel segítve a klasszikus biztonságtechnikusokat abban, hogy ezt a fajta az információ mindenhol jelen van című szemléletet meg lehessen erősíteni bennük is. Az adat, az információ tárolása. Lehet a telephelyen, lehet valamilyen vidéki irodában, lehet az autóban, lehet a kollégának a zsebében levő okostelefonon, vagy lehet éppen valahol a cloudban, bár ennek fizikai védelméről nem feltétlenül sokat tudunk tenni, de legalább meg tudunk győződni, hogy a cloud szolgáltató megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel rendelkezik. A feldolgozás szintén gyakorlatilag bárhol megtörténhet, hiszen ahogy okosoknak az eszközeink és a végpontok milliárdjai kapcsolódnak hozzá az internethez, nyilvánvalóan az információ feldolgozása is bármelyik ponton megtörténhet, bármelyik eszközön. A hozzáférés pedig gyakorlatilag ugyanilyen értelemben az információnkhoz, ha nem vigyázunk rá, bárki hozzáférhet, bárhonnan, bármivel, bármilyen eszközzel, és ennek megfelelően, miután az adat az hajlamos kiszivárogni az internetre, gyakorlatilag, ha nem figyelünk, akkor akárki számára hozzáférhető maga az információ. Így mindenképpen egy nagyon komplex megoldást kell alkalmazni azért, hogy ne csak a kibertérben, hanem a fizikai térben is meg tudjuk valósítani a védelmet. Hozzátéve azt, hogy a biztonsági incidensek, függetlenül attól, hogy mennyi hacker, állami szereplő, kiberbűnöző van kint a világban, ezek a biztonsági incidensek továbbra is leginkább a szervezeten belülről indulnak el, és miután a szervezeten belülről induló támadások általában pontosan tisztában vannak azzal, hogy hol lehet a legnagyobbat ütni, ennek megfelelően sokkal veszélyesebbek is a legtöbb esetben, mint a kívülről érkező különböző támadások. Ennek megfelelően azt lehet mondani, hogy a fizikai biztonság mindig is a kiberbiztonság egyik fontos meghatározó szereplője lesz. Mindig is gondoskodni kell arról, hogy azok a fizikai eszközök, melyen keresztül az információs rendszereket el lehet érni, vagy amelyek maguk az információs rendszerek, ezeket egészen biztosan a fizikai térben is védeni kell. Meg kell valósítani azt, hogy ne férhessen hozzá olyan fizikailag, akinek erre nincsen jogosultsága, például egy szerverteremben legyenek bezárva. Meg kell valósítani, hogy ezeknek a sértetlensége és a rendelkezésre állása is garantált legyen, azaz működjenek, hogyha áramszünet van, akkor ne sérüljenek meg az adathordozók, illetve lehessen fenntartani a működést. Illetve nem szabad elfeledkezni arról, hogy ott van egy humán fenyegetés is, hiszen az emberek, akik az információhoz hozzá szeretnének férni, alapvetően a fizikai térben léteznek, és nagyon sokszor egyszerűbb egyébként fizikailag hozzáférni magához a tárolt információhoz, mint valamilyen más országból távolról, kívülről behekkelni az interneten keresztül. Ennek megfelelően az információbiztonsági szakember feladata mindenképpen az, hogy megértse ezeket a fenyegetéseket is, és együttműködve a biztonság technikáért felelős kollégákkal kialakítsák azt a komplex megfelelő védelmet, amely a komplex információbiztonságot meg tudja valósítani. Nem véletlen, hogy a 41/2015-ös BM rendeletben a fizikai biztonsági követelményekkel kapcsolatban meglehetősen sok követelmény van felsorolva, ami a szervezet biztonsági szintjéhez kapcsolódik. Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy a biztonságtechnikus, illetve az információbiztonsággal foglalkozó szakembereknek a gondolatmenete azért különböző, és két különböző megközelítést, két különböző világot kell valahogy összeházasítani, de mint annyi más esetben is, itt is az információbiztonsági szakembernek alapvetően törekednie kell arra, hogy a saját szempontrendszerét egy másik szakterület szakértőjével is érvényesíteni tudja. A jó kommunikációs készség, a kompromisszumra törekvés tehát itt is megjelenik, mint egy fontos képesség. A fizikai biztonság célja alapvetően egy biztonságos környezet létrehozása, amely, mint ahogy az informatikai környezetben is megszoktuk, kockázatarányosan tudja garantálni a védendő információs vagyontárgyak védelmét. Ezen belül is elsősorban arra kell gondolni, hogy meg kell valósítani a munkatársaknak, tehát a humán szempontból érkező
fenyegetésekkel elleni védelmet, meg kell védeni magát az üzleti folyamatokat is, és nem utolsó sorban azokat a vagyontárgyakat, melyeken az információs vagyon fölhalmozásra kerül, tehát konkrétan a számítógépeket, az információs rendszert. A fizikai tér, tehát mint említettem, nagyon-nagyon kiterjedt, és ennek megfelelően a különböző típusú eszközökhöz különböző típusú védelmet lehet hozzárendelni. Egészen másfajta védelmet várnak el azok az épületek, amelyek fixek, statikusak, nem mennek és nem mozdulnak sehova, melyekben alapvetően az alapinfrastruktúránk üzemel. Máshogy kell védeni a mobil rendszereket, melyeket például gépjárműveket rendszeresen változtatják a helyüket, de alapvetően egy zárt, jól körülhatárolható környezetet alkotnak. És megint csak más védelem vonatkozik a hordozható eszközökre, laptopokra, notebookokra, okostelefonokra, tabletekre, stb., melyeket nagyon sokszor nem is a cég bocsájt a dolgozó rendelkezésére, hanem a dolgozó maga hozza be és kapcsolja hozzá a cég hálózatára. Ennek megfelelően a fizikai biztonságot ezekre a követelményekre kell szétbontani, és kell garantálni, hogy a fizikai térből következő fenyegetések nem lesznek negatív hatással a teljes információs rendszerre. A fizikai biztonság azonban jellegéből adódóan más, mint az informatikai biztonság, hiszen az informatikai biztonságban nem látjuk azokat a védelmi intézkedéseket, melyeket foganatosítottunk, egy tűzfal, egy naplózó rendszer, egy IDS, IPS rendszer, ezek nem látszódnak. Legfeljebb érezhető, amikor megpróbálkozunk egy behatolással, hogy ott van valami, de elég sok minden kell ahhoz, hogy földerítsük a védelmi vonalakat, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket a védelmi vonalakat teljes mértékben föl tudjuk deríteni. Ezzel szemben a fizikai biztonság látszódik. Látszódik, hiszen zárakról, kerítésekről, kamerákról beszélünk, őrökről beszélünk, és hogyha látszódik a védelem, akkor nyilvánvalóan a támadónak is sokkal több lehetősége van fölkészülni ezeknek a védelmi rendszereknek az áthágásáról. A fizikai tér ebből a szempontból tehát nagyobb kihívást ad mindenképpen, ami megint csak megkülönbözteti az információbiztonságtól. Az információbiztonságban azonban minden egyes biztonsági aspektust védeni tudunk a fizikai biztonsággal, és nem szabad elfelejteni, hogy dacára annak, hogy elektronikus információs rendszert védünk, ezt meg tudjuk tenni a fizikai térből is, és ne felejtsük el az adminisztratív védelmi megoldásokat is, tehát meg tudjuk szabályzatokkal is tenni. Így például a rendelkezésre állás, ez elsősorban egy fizikai térben megjelenő követelmény, hiszen a rendelkezésre állás praktikusan azoknak a fizikai rendszereknek a működőképességét jelenti, melyeket hardvercserékkel, folyamatos tápellátással, megfelelő hűtéssel, stb. Tudunk működésre bírni a lehető legmagasabb szinten. A rendelkezésre állás a tárolt adatok biztonságára vonatkozik. Itt gyakorlatilag arra kell gondolni, hogy mondjuk egy-egy adatvesztés például ne okozzon fatális problémát a sértetlenségre vonatkozóan. És hát végül nem utolsó sorban a bizalmasság kérdése, mely a zárakkal, a hozzáférhetőség csökkentésével drasztikusan javítható, minthogyha abban bíznánk, hogy csak úgy az adat majd megvédi saját magát. A támadások céljai pedig gyakorlatilag a fizikai térben bármik lehetnek. Ne felejtsük el, hogy az elektronikus adat tipikusan valamilyen fizikai térben létező interfészen keresztül válik elérhetővé és megjeleníthetővé. Ennek megfelelően minden, ami az információs rendszer fizikai részét alkotja, valamilyen szinten védendő. Így például tipikus példák a nyomtatók. Gondoljunk csak arra, hogy hány nyomtató helyezkedik el a folyosón, és ezekben a nyomtatókban hány olyan kinyomtatott anyag van, amiért a nyomtatást elvégző munkatárs mondjuk hosszabb ideig nem megy oda. Nyilvánvalóan ezek könnyen elolvashatóak. Vagy a munkaállomások. Munkaállomások a számítógépek, hiszen ezeket is alapvetően megfogjuk és hozzá tudunk férni. Gondoljunk csak arra, amikor lezáratlanul hagyjuk a számítógépünket, hány esetben kaptunk már saját magunktól olyan e-mailt, amiben a munkatársainkat hívjuk meg egy ingyen sörre. Ezzel is valószínűleg a biztonsági szakértő viccelt meg minket, és próbált okítani a biztonságtudatos számítógép használathoz. Tehát előfordul az, hogy a tisztelt munkatárs az, aki egy-egy alkatrészt, vagy a teljes számítógépet cseréli ki, és ez leghamarabb akkor derül ki, amikor mondjuk leselejtezik a gépet, és meg kéne csinálni a benne levő alkatrészeknek a leltárát.
a tárolóeszközök kérdésköre. Naponta lehet olyan híreket látni, melyek arról szólnak, hogy valamelyik kereskedő áruházon, mondjuk egy Amazonon föltűntek olyan számítógépeket, melyet korábban az egészségügyben vagy a hadászatban használtak, és hát sajnálatos módon rajta maradtak az adatok ezeken az eszközöken. Nyomtatott dokumentumok. Kisgyerekes családapaként azt gondolom, hogy én is rajtam is hozzám hasonlóak is sokat találkoztak olyan rajzokkal az óvodából vagy a kisiskolából, melynek a másik oldalán személyes adatok, illetve védendő, szenzitív üzleti információk voltak, mert hogy ugye kinyomtattuk azt a papírt az irodában, de a másik oldala jó lesz még a gyerekeknek rajzolásra. És hát végül nem utolsó sorban a kábelek, melyek hajlamosak eltűnni, különösen, hogyha részből vannak. Ez pedig jelentős problémát tud okozni a számítástechnikai rendszerek rendelkezésre állását tekintve, különösen, hogyha az a részkábel mondjuk áramot szállított korábban az adott szervezethez. A károk, amiket így elszenvedünk, ezek tehát a legtöbb esetben azért nem katasztrofálisak, de mindenképpen kellemetlennek tűnnek. Hála jó Istennek a fizikai térben való problémák megoldását sokkal jobban tudjuk kezelni, mint a kibertéri problémákat, egyszerűen azért, mert fizikai terünk lényegesen régebb óta van, mint internetünk. Ennek megfelelően tudjuk azt, hogy hogyan kell kezelni ezeket a helyzeteket. Például az adatnak a reprodukálása akár hónapokba is kerülhet, nyilván, ha nincsen egy mentés, de nem lehetetlen. Ha más nem, akkor a fizikai papíron rendelkezésre álló dokumentumokból azért a reprodukciót még mindig nagyon sok esetben meg tudjuk tenni. A bizalomvesztés ez komoly probléma lehet, hogyha kiderül, hogy elveszítettük, elhagytuk, és ez az elveszítettek, elhagytuk mondjuk egy nagyobb értékű üzleti adatot jelent, amiben más harmadik felek, ügyfeleink is sérülhettek, akkor nem feltétlenül fognak velünk szívesen üzletet kötni a későbbiekben. Illetve a legegyszerűbb az, amikor eszközök mennek tönkre, ezekből kisebb leállások ugyan lehetnek, de a legtöbb esetben ezeknek a cseréje megoldható, sőt, azért a legtöbb helyen gondolkodnak is azon, hogy hogyan lehet a lehető legjobban megoldani ezeket a fizikai leállásokat. A fizikai térben érkező problémákat egyébként nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani. A legtipikusabb csoportosítás az úgy kezdődik, hogy környezeti károkat szenvedünk el, nyilvánvalóan attól függően, hogy hol működik a szervezet, különböző környezeti károkra kell gondolni, földrengés, vihar, árvíz, stb. Stb. Magyarországon azért leggyakrabban a tűz, illetve a belvíz, illetve valamilyen folyónak az áradása szokott problémát okozni ezen a területen, többi elemmel nem nagyon kell számolnunk, de például a San Franciscóban és környékén, a Silicon Valley-ben azért a földrengés is egy olyan kertészeti probléma, amivel az ott működő informatikai cégeknek aktívan kell számolniuk. A szolgáltatás kiesések viszont sokkal gyakoribbak itt, és gyakorlatilag ezzel mindig számolni kell. Itt például egy áramkimaradás, mely áramkimaradás pont a koronavírus miatti kijárási, tehát nem azt mondom, hogy tilalom, kijárási korlátozás miatt, a korlátozás elején jött létre, többen is panaszkodtak Budapesten, hogy pont ebben az időszakban volt áramkimaradás az elműnek tervezett tesztje, ezek nyilván kellemetlenek, de lehet azért ezekről is a legtöbb esetben tudni, illetve megvannak a megoldások. A politikai események is időnként befolyásolhatják a szervezet működését, szerencsére hosszabb időre ez nem szokott bezavarni, de például a 2006. októberi események, ezek jelentősen befolyásolták napokig a Budapest belvárosában dolgozó cégeket. És ott vannak a humán jellegű fenyegetések, robbantás, illetéktelen hozzáférés, stb. Stb., melyek nem rendszer szintű problémát okoznak, de előfordulhatnak, bár hozzáteszem, hogy a koronavírus fertőzés pont ebbe a kategóriába tartozik, hiszen gyakorlatilag a munkatársaknak most otthon kell maradnia, ami igen komoly fennakadásokat tud bizonyos cégeknél okozni. Mint ahogy az információbiztonság más területén is, nyilvánvalóan a kockázatelemzés feladata megmondani, hogy ezen környezeti károk közül mi az, amit figyelembe kell is venni, illetve hogy ezeket milyen szinten kell figyelembe venni. Mondjuk a földrengés nem feltétlenül az a kategória, amit itt Magyarországon kockázat elemzünk, ez valahol tudunk róla, de nyilván ennek olyan alacsony a kockázata, hogy nem kell olyan védelmi megoldásokat kidolgozni, melyek a földrengés, nagyobb földrengések ellen védenek. Egy bizony, valamire viszont oda kell figyelni nagyon, hogy amikor van egy fölmért
fizikai kockázatunk, így például van mondjuk egy betöréssel kapcsolatos kockázatunk, akkor föl kell mérnünk, hogy a betörés elleni védelem egyik jó megoldása mondjuk lelakatolni a vészkijáratokat is, ahol mondjuk be tud jönni a betörő. Na igen, nem, csak hogy a vészkijáratok azért vannak ott, hogyha tűz üt ki, akkor azon ki lehessen menni, és nyilvánvalóan, hogyha le vannak láncolva ezek a vészkijáratok, akkor nem fognak tudni kimenni a vészkijáraton az emberek, és benn fognak égni, ahogy az egyébként számos esetben megtörtént. Tehát amikor azonosítunk egy kockázatot, ami ellen védelmi intézkedést kell hozni, akkor nyilvánvalóan ezt úgy kell megtennünk, hogy közben emberéleteket ne veszélyeztessünk. Ne felejtsük el, a fizikai biztonságnál mindig az életvédelem a leges, legfontosabb szempont. Vészkijáratokat eltorlaszolni tehát tilos, például ebben az esetben egy késletezett nyitás, vagy éppen egy mozgásérzékelős kamera és megfelelő védelmi megoldás lehet. Tipikus példa, mint egy bombariadó. Egy bombariadó esetén mindenkinek el kell hagyni a területet, nem lehet magán munkával vinni semmit, nem zárunk be semmit, viszont jönnek a tűzszerészek, jönnek, vagy jönnek a tűzoltók, nekik mindenhova szabad bejárásuk van, tehát számos hollywoodi filmben lehet látni azt az esetet, amikor a főgonosz úgy jött be egy védett irodába, hogy bombariadót vagy tűzriadót csinál, vagy tűzoltónak, vagy tűzszerésznek öltözve megy be az irodába, ahol ott vannak véletlenül a számítógépek. Természetesen ezen is rengeteg védelmi intézkedés van, például a számítógépeket attól még le lehet zárni, hogy a fizikai helységeket nem, így is csökkentve a fizikai térből érkező fenyegetéseket. Az információvédelmi környezet a fizikai térben tehát pontosan ugyanolyan elvek alapján épül fel, mint ahogy azt a kibertérben is megszoktuk, hészerkezetes védelemről beszélünk. Van egy területhatárunk, ami a, már a miénk, a mi szervezetünkhöz tartozik, azonban általában egy épület, az épületnek vannak falai, az épületnek van bejárata, az épületnek vannak szintjei, szárnyai, azon belül vannak irodák, adatközpontok, stb. Stb. Gyakorlatilag tehát ezekben a hészerkezetben kell kezelnünk a védendő fizikai teret, úgy kell fölépítenünk a fizikai védelmet, hogy minden egyes határ szituációban legyen egy olyan kontrollpont, ami egyre nehezebb átjutni a támadónak, és lehetőleg, hogyha nem jogosult nyilván bejutni ezekre a helyekre, akkor nem is fog tudni majd bejutni. Ennek az elvét nevezik úgy, hogy bűnmegelőzés, tudatos környezettervezés, CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, melynek a célja az az, hogy a fizikai területünket határtól egészen a leginkább védendő szerveteremi úgy építjük fel, hogy az a lehető leginkább elvegye a kedvét a jogosulatlan behatolónak, és a lehető legkevésbé tudjon hozzáférni a védendő információhoz, a védendő területhez. Ez elsősorban pszichológiai, szociológiai megközelítés és az elriasztásról szól, így ugye a területvédelemmel kapcsolatos elriasztó technikákat tudunk létrehozni, megfigyelő rendszereket tudunk kitenni, illetve nyilvánvalóan ott, ahol lehet hozzáférésvédelmi megoldásokat építünk fel. Mi a területvédelemnek a lényege? Nyilvánvalóan az, hogy mi úgy emberek úgy vagyunk fölépítve, hogy nem szívesen megyünk be olyan területre, melyről tudjuk, hogy az másé. Gondoljunk csak bele, ezt a legtriviálisabb megoldás van egy irodaház, az irodaházhoz kisebb elemeket tesznek föl, kis gömböket, beton gömböket tesznek mondjuk a köré, melyel jelzik, hogy ez a terület már az irodaházhoz tartozik. A legtöbben nem fognak bemenni a kis gömbök határolt a területre, mert pszichológiailag bennünk van, hogy az egy zárt terület, az másé, és oda nem feltétlenül célszerű bemennünk. De számos ilyen megoldás létezik, térrel választó kerítések, táblákkal jelezhetjük azt, hogy ez egy védett terület, ez egy magánterület, és nem utolsó sorban egy gondozott környezettel tudjuk jelezni azt, hogy hello, itt laknak, itt vannak, rendszeresen járnak ide, tehát nem célszerű bejönni engedély nélkül. Emellett van egy olyan plusz hozadéka is a rendezett környezetnek, hogy a megfigyelő rendszereket könnyebben tudjuk telepíteni, de azaz könnyebben észre fogjuk venni, hogyha valaki jogosulatlanul próbál ebbe a rendezett környezetbe behatolni. Megfigyelés. Aki be akar jönni jogosítatlanul egy területre, annak nyilvánvalóan az elsődleges célja, hogy ne látszódjon, hogy elkerülje a lebukást. Ennek megfelelően, hogyha jól látható kamerákat helyezünk el,
ami egyébként az adatvédelem szempontjából, pláne hogyha az közterület, ez megkerülhetetlen is, akkor már elejét tudjuk venni annak, hogy a legtöbb behatoló betörő megpróbálja áthágni ezt a védelmi rendszert, és bejöjjön olyan területre, ahova neki erre nem lenne jogosultsága. Amellett, hogy elriasztjuk ezekkel a kamerákkal, nyilvánvalóan meg is figyeljük, hogy milyen legitim forgalom, vagy legitimnek tűnő forgalom halad át a területünkön, melyet később vissza is tudunk játszani, és meg tudjuk nézni, hogyha valami történt, hogy mégis kijött. Az arcfelismerő kamerákkal pedig egyre nagyobb lehetőség nyílik arra, hogy már azt is meg tudjuk határozni, ki az, aki jogosult belépni, anélkül, hogy külön őröket, kamerákat kéne elhelyezni, illetve kártyaellenőrzőket kellene elhelyezni ezeken a területeken. Emellett természetesen, ha már vannak biztonsági őreink, mint ahogy a legtöbb irodázban vannak biztonsági őrök, az ő rendszeres őrjáratukkal, azaz a rendszeres épületbejárásukkal is tudjuk garantálni azt, hogy ne nagyon legyen lehetősége a jogosultnak behatónak bejutni az épületbe. Végül a hozzáférés védelem, a CPTLD-nek az utolsó elve, ez praktikusan a különböző bejutási pontoknak a védelmét jelenti, így például a kapukat, kerítéseket, a kártyás beléptetőket, forgóvillákat, a járműforgalmat lehetővé tevő sorompókat, és mindenképpen az emögött levő humán és technológiai védelemnek az egybeépítését. Gyakorlatilag ezzel lehet terelni az egyes embereket, hogy milyen irányba, milyen védett és kontrollált irányba közelítsék meg a fizikai objektumokat. Hogyha ezeket mind együttesen meg tudjuk teremteni, akkor már nagyot tettünk az információs rendszerek fizikai védelme érdekében is. Ezt azonban hangsúlyoznom kell, hogy ez nem egy információbiztonsági feladat, ez egy klasszikus biztonságtechnológiai feladat, melyben nyilván az információ, az elektronikus információvédelmi szempontokat is célszerű szerepeltetni. Na de most akkor néhány kérdés, amivel meghatározzuk, hogy hol is legyen az elektronikus információs rendszer, és ebből az egyik is az első kérdés, hogy egyébként hol legyen az információs rendszer, milyen területen helyezkedjen el. Itt különösen a kiemelten védendő elektronikus információk esetében izgalmas a kérdés, hiszen például a Magyarországi Elektronikus Adattárház projektben, Adatrezort projektben, melyben a kormányzat teljes elektronikus adati halmazát mentik és viszik el, nyilvánvalóan egy különleges követelmény, hogy egy különlegesen védett fizikai területen lehetőleg valamilyen katonai objektum mélyen helyezkedjenek el ezek a mentések, hogy még akkor se lehessen hozzáférni, hogyha valami rendkívüli nagy probléma van. Érdemes megfontolni, hogy milyen természetkatasztrófáknak lesz kitéve az adott hely, mondjuk ahol rendszeresen árad a mellettünk levő patak, vagy magasabb elvíz, nem feltétlenül célszerű információs rendszert az alagsorba telepíteni. Milyen egyéb problémák lehetnek, hogyha például a szomszédunkban olyan üzemek vannak, melyek ipariak, mi történik akkor, hogyha egy ipari katasztrófa történik, hogyan tudunk tovább működni. Milyen más veszélyforrások vannak, mennyire érkeznek ki a hatóságok, ezek mind-mind olyan szempontok, amit célszerű megfontolni. Hogyha pedig úgy látjuk, hogy a terület, amit választottunk, az ebből a szempontból kitett, akkor pedig még mindig ott van az üzletmenet folytonossági tervezés, mely segít megállapítani, hogy hogyan tudjuk újra kezdeni a működésünket adott esetben egy másik telephelyen. Építészeti kihatások. Nem minden épület alkalmas elektronikus információs rendszer tárolására, mert hogy más nem mondjak, a szerverek azok hajlamosak meleget csinálni, a meleget az pedig alapvetően villamos energiából állítják elő, tehát hogyha nincsen megfelelő betáp és nincsen megfelelő hűtés, akkor ez nem feltétlenül egy jó hely az információs rendszerek tárolására. Hogyha fizikailag védeni akarjuk a rendszert, akkor kevés az, hogy egy vasaltajtót teszünk be a szerverteremhez, ha a mellette levő far gipszkartonból van, amit egy egyszerűbb kisebb kalapáccsal is ki lehet bontani. Ezeket nyilván mind érdemes megfontolni. Bejáratok, kiszolgáló rendszerek, elektromos ellátás, hűtés-hűtés szellőztetés, hordozható eszközök védelme, ezek megint csak arra mutatnak, hogy hogyan lehet az épületet magát úgy berendezni, hogy ez a információvédelem szempontjainak is a legjobban megfeleljenek. Nézzük tehát végig ezeket is. Rögtön az első a bejáratokkal kapcsolatos kérdés, megint nem információbiztonsági szakterület, hanem ez a biztonságtechnikának a szakterülete, de célszerű a
információs rendszerek tárolásával, elhelyezésével kapcsolatban megfontolni, hogy hogyan lehet oda bejutni. Azaz milyen ajtók, zárak vannak ott, milyen tűzvédelem oldható meg ezekkel kapcsolatban, milyen egyéb hozzáférési megoldások vannak. Tehát mondjuk a földszintre lehelyezni egy számítógép termet úgy, hogy azok mellett van egy ablak a közforgalmi utcára nyílva, ez nem feltétlenül a lehető legjobb megoldás. Kiszolgáló rendszerekkel kapcsolatos kérdés. Az energiaellátásról már ejtettem egy pár szót, de ott van a vízellátásnak a kérdése, hiszen hogyha hűtünk, akkor ahhoz sokszor kell víz, illetve hogyha ha oltanunk kell, akkor ahhoz is kell víz, mert ugye számítógépet alapvetően nem vízzel oltunk, de irodaházat azt jellemzően mondjuk igen. Ennek megfelelően a vízellátás kérdései is fontosak lehetnek. Az egyvíz és esővíz elvezetés, különösen a klímaváltozással kapcsolatban célszerű megfontolni, hogyha hatalmas nagy zuhék jönnek, amiket a csatornarendszer nem tud elnyelni, ez mennyiben veszélyezteti az épületben levő információs rendszereket. Fűtés, hűtés, szellőztetés. Ez egy fontos tervezési kérdés az információs rendszerek, szerverek elhelyezésénél, hiszen nyilvánvalóan számolni kell azzal, hogy mennyi hőt tud elvezetni az adott rendszer, azaz tudunk-e annyi szervet bepakolni a helyiségbe, mint amekkora hűtéssel tud az adott szoba, az adott helyiség rendelkezni. Erős áramú kábelezés, gyenge áramú kábelezés. Itt a hozzáférhetőség is egy kérdés, hiszen hogyha valahol meg tudjuk csapolni mondjuk a gyenge áramú kábeleket, UTP kábeleket, és ezen keresztül valahogy valamilyen módon információt tudunk kiszivárogtatni, ez nyilván nem egy szerencsés helyzet. Az elektromos ellátás tekintetében figyelembe kell venni, hogy nagyon-nagyon erősen függünk az elektromos ellátástól, olyannyira, hogy ma már a szolgáltató központok tervezésénél, és ez egy elsődleges szempont, hogy az adott városban amúgy milyen gyakran szoktak áramkimaradások lenni. Például a nearshoring, tehát például a Magyarországra helyezett szolgáltatóházak esetében egy fontos szempont az, hogy nem nagyon szoktak áramkimaradások lenni, szemben Indiával, ahol nyilván sokkal olcsóbban lehet jó minőségű angol tudással rendelkező kollégákat találni, viszont az áram ellátás ez meglehetősen bizonytalan, már pedig, hogyha az ügyfélszolgálat nem működik akkor, amikor működnie kéne, akkor ez nem feltétlenül szerencsés az adott cégnek. Vannak olyan területek, ahol az áramellátás kritikus tud lenni, mert vannak olyan jogszabályi, vagy egyszerűen életvédelmi szempontok, amik miatt az áramkimaradás megengedhetetlen. Most például a kórházas szituációban, ha a lélegeztetőgépek, és a megjegyzem, a lélegeztetőgépek mellett ott vannak a számítógépek is, tehát hogyha ez a lélegeztetőgépek, ezek nem működnek folyamatosan az áramellátás miatt, akkor viszonylag nehezen lehet azt mondani a betegeknek, hogy most vegyenek egy nagy levegőt, és tartsák vissza mondjuk 3-4 óráig, amíg helyre fog állni az áramellátás. Nem, ekkor szünetmentes tápellátást kell biztosítani, mely ahogy áramkimaradás van, egyből fölpörög, és egyből folytatja az információs rendszerek áramellátását. Az UPS-eket, a szünetmentes tápegységeket, tehát ennek megfelelően ezen igények mentén kell megtervezni. Nem minden információs rendszer kell, hogy szünetmentes táppal menjen, viszont jól kell tudni, hogy mik azok a rendszerek, melyeknél a szünetmentes tápellátás alapvető fontosságú. Egyébként az elektromos ellátásban számos különböző típusú zavar lehet. A teljes áramkimaradás talán a legtisztább eset, amikor percekig, órákig nincs áram, és nem megy semmi. A pillanatnyi áramszünetek, ezek előfordulhatnak, a szünetmentes tápegységek, illetve a különböző tápok, amik a laptopokban vannak, ezeket feltétlenül észesen veszik, viszont egy ilyen pillanatnyi áramszünet már egy nem szünetmentes tápegységen levő, nem akkumulátorról működő eszköz gond nélkül le tud állítani, ami után az újraindul, tehát ott van egy kiesés, adott esetben fizikai sérülés is. A feszültség csökkenés akkor jelentkezik, amikor a hálózat túl van terhelve. Ez megint csak egy aránylag ritka jelenség Magyarországon, hiszen azt a 230 voltot fixen tudja hozni a hálózatunk, de főleg vidéki helyeken azért előfordulhat, hogy amikor hirtelen terhelik meg az alhálózatot, akkor nem feltétlenül sikerül hozni a szükséges feszültséget. Egy-két ciklusnyi vagy egy-két másodperces feszültség csökkenés, ez akkor fordulhat elő, amikor például a
szomszédban elindul egy nagyobb fogyasztó, bekapcsol a hűtőszekrény, bekapcsol a betonkeverő, és ezért a környéken van egy pillanatnyi feszültség csökkenés, általában ezt is át tudják azért a rendszerek hidalni, viszont az érzékenyebb eszközök még az okozhat problémát. A feszültség tüskék, ez pillanatnyi feszültség növekedést jelent, ez előfordulhat a villámlásnál, hogyha valami globálisabb probléma van, oszlopdöntés, erőmű beállítás, ezek viszont komoly problémát tudnak okozni, gondoljunk csak arra, hogy villámlás esetén mégis hány tévé vagy hasonló értékesebb elektronikai berendezés tud tönkremenni, pusztán azért, mert hirtelen kap egy feszültség löketet az adott eszköz. Bekapcsolási túláram, például a hűtőszekrény bekapcsolásánál lehet ilyet találni. És végül az elektrostatikus kisülések, amikor ugye, fizika 5. osztályban megtanult módon a szőrrel dörzsölt műanyag grúd és hasonlók, amik azért a nyomtatott áramköröknél, nem, nyomtatott áramköröknek nem mindig tesznek jót, az érzékenyebb eszközök ebbe is bele tudnak halni. További érdekes szempont a mi szakmánkban az interferencia, és itt arra kell gondolni, hogy alapvetően azok az eszközök, amiket használunk, azok tipikusan hárommal mennek. Ennek megfelelően, hogyha ahol áram van, ott általában valamilyen mágneses kisugárzás is, elektromágneses kisugárzás is van. Márpedig, hogyha elektromágneses kisugárzás van, akkor az egyrészt zavarhat más dolgokat, másrészt pedig egyébként le is lehet hallgatni ezeket a megoldásokat. Nem véletlen, hogy a minősített rendszereknél nagyon fontos az elektromágneses kisugárzás elleni védelem, azaz olyan környezetet és olyan eszközöket kell használni, melyek nem, vagy a minimális elektromágneses kisugárzással rendelkeznek, így nem lehetséges az, hogy speciális eszközökkel, akár az utca másik oldaláról is vissza lehet állítani egy képernyőnek a tartalmát. Na de vissza az interferenciára, ez ugye akkor okoz problémát, hogyha a közelünkben egy olyan eszköz van, amelyik interferál azzal az információs rendszerrel, amivel nekünk együtt kell működni, azaz bezavar a működésébe. Nem véletlen, hogy csak olyan eszközöket szabad Európában forgalmazni, melyek nem interferálnak, nem zavarnak bele a másik eszköz működésébe, mert milyen problémát okozhatnak ezek a leggyakrabban Kínából jövő buhera eszközök. Például az elektromágneses interferencia területén belülfordulhat, hogy elkezd a képernyőnk hullámozni. Régen, akik még a első-második generációs okos mobiltelefonok, azok még nem okostelefonok voltak, mobiltelefonokra emlékeznek, talán sokan emlékeznek, hogy amikor bejött egy hívás, akkor berezgett a monitor. Ez egy tipikus interferencia probléma. Ami viszont, hogyha tovább megy a számítógépen, hogyha nincsen megfelelő interferencia védelem, akkor ez hibás programfuttatáshoz, mágneses adatordozónál adatvesztéshez vezethet. A rádiófrekvenciás interferencia magasabb frekvencián történik, így például az UTP kábeleknél a fénycsövek okozhatnak ilyen jellegű problémát, ami megint csak egy hibás adatátvitelt vagy egy degradált adatátvitelt eredményezhetnek. Szerencsére ma már azért ezek sokkal ritkábbak, mint voltak mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hála köszönhetően a különböző zavarszűrő technikáknak és a szigorúbban betartott szabványoknak, de még mindig előfordulhatnak ilyen problémák. Térjünk át az áramról a vízre. Itt arra kell gondolni, hogy a vízellátás azért az egy szükséges ellátás egy épületben, de okozhat is problémákat. Tehát például én saját magam is megtapasztaltam azt, amikor egy új irodaházban kezdtünk el dolgozni, és a légkondicionáló nem feltétlenül működött tökéletesen, rengeteg kondenzvíz keletkezett, ami egyenesen a számítógépekre csöpögött, melyek nyilván rosszul tűrték a vizet, de cserébe ez mind akkor történt, amikor nem volt senki az irodában, hiszen amikor fölpörgették, tesztelték éjszaka munkaidőn kívül a légkondicionált, akkor keletkezett ez a kondenzvíz kicsapódás, tehát senki nem tudta, hogy miért mennek sorban tönkre a számítógépek. Nyitva felejtett csap, akvárium, medence, ez egy korábbi munkahelyemen történt meg, ahol a szerverterem és az akvárium között egy viszonylag vékony fal helyezkedett el, és hát sajnálatos módon az egyik este bekapcsolva maradt az a csap, ami után töltötte az akváriumot.
reggelre pedig ázott a gipszkartonfal másik, másik oldalán levő szerverterem. Tűzoltós Flinkrel hibái, azaz amikor a tűzoltó készülék, akkor kapcsol be, amikor nem kéne neki, aminek köszönhetően teljes elázás van. Ennek megfelelően a víz az különösen ártalmas az elektronikus berendezésekre, vagy az információs rendszerekre is, így célszerű végig gondolni, hogy honnan kaphat vizet a fizikailag jelenlevő számítógép. Hűtés, hűtés, szellőztetés. A számítógépek szeretik azt, hogyha megfelelő hidegben működnek, akkor tudják leadni a legjobb teljesítményt. Ennek megfelelően hűteni kell őket. Ennek megfelelően oda kell figyelni, hogy hova kerülnek a szellőztető hűtő megoldások, illetve hol vannak a fűtő megoldások, melyek meglehetősen be tudnak zavarni ezeknek a rendszereknek a működésébe. A mai világban egyébként ezek a fűtés-hűtés szellőztetés rendszerek ugyanúgy számítógép vezéreltek, mint bármi más. Ennek megfelelően az okos eszközök, illetve az épület irányításnak a számítógépes rendszerei és különösen is kiemelten védendőek, hiszen hogyha ezekbe tudnak behekkelni, és ezen keresztül tudnak nem optimális fizikai környezetet kialakítani a munkához, akkor az már egy lehetőséget biztosít arra, hogy fizikai oldalról lehessen információbiztonsági problémákat előidézni. Nyomás szabályozás, ez különösen ott jön elő, ahol mindenképpen fontos, mondjuk a tiszta szobák esetében, csipgyártás esetében az, hogy ne menjen por és egyéb fertőző dolog az információs rendszerek közelébe, illetve amivel leggyakrabban tudunk találkozni nyomásszabályozásnál a menekülő utak, azaz azok a menekítő utak, a lépcsőházak, amelyeknél zárható ajtók vannak, ezeket azért szokták túlnyomással ellátni, hogy a füst az nem menjen oda, és ezen keresztül lehessen kimenekülni. Aztán vannak azok a különlegesen biztonságos területek, amiket jogszabály ír elő, hogy milyen, mennyire kell biztonságosnak lenni. Titkos ügyiratkezelések, a NATO EU titkokat kezelő szobák, ezeknél mind-mind a minősített adatok védelméről szóló jogszabályok és nemzetközi egyezmények határozzák meg, hogy a fizikai biztonságot hogyan kell felépíteni, és egyébként a Nemzeti Biztonsági Felügyelet ezeket ellenőrzi is. Itt kimondottan szigorú fizikai biztonságot kell megvalósítani azon információk kezelésére, melyek a minősített adatok körébe tartoznak. Hordozható adatfeldolgozó eszközök. Gyakorlatilag ide tartozik minden, ami triviálisan előfordulhat, laptopok, okos eszközök, stb., amik információt hordoznak, de emellett ide tartozik praktikusan a mentések, a pendrive-ok, stb.-nek a kérdése. Rengeteg pendrive-ot, rengeteg kisebb SD-kártyát, adathordozót veszítenek el, hol máshol, mint kocsmákban, WC-kben és taxikban, melyek aztán elő szoktak fordulni az interneten, vagy hogyha nem is az interneten egyértelmű azonosítható módon, de a sajtóban mindenképpen sokat szoktak cikkezni az én elvesztett adathordozókról. Például egy-két évvel ezelőtt a rendőrségtől vesztek el ilyen adatok, majd állítólag meglett. Biztonsági technológia és eszközök. Itt ide tartozik minden, ami a fizikai védelem klasszikus megtestesülése, az épületvédelem, rácsokapuk, zárok, stb. Ebbe nagyon részletesen nem mennék bele, akit érdekel, azt utána tud olvasni a Muha Lajossal közösen írt biztonság, információbiztonság menedzsmentről szóló könyvben, illetve gyakorlatilag minden biztonság technikáról szóló könyvben részletesen le van írva, hogy hogyan lehet a biztonság technikát alkalmazni az információvédelem érdekében. Összességében tehát a célunk a fizikai kontrollokkal az, hogy megelőzzük, vagy késleltessük, vagy legalábbis észrevegyük azt, hogyha valamilyen fizikai sérülés történik. Hasonlóan az információbiztonság preventív, detektív, korrektív védelmi intézkedéseihez nyilvánvalóan ezt a fizikai térben is meg fogjuk tudni tenni. És mint ahogy az információbiztonság internetes informatikai részében is igaz, itt is igaz, nincsen 100% biztonság, igazából, hogyha a támadónak kellő anyagi erőforrása van, akkor bármit meg tud tenni. Például a 2010-es évek elején a Stuxnet nevű híres támadásnál is része volt egy betörés a támadásnak Tajvanon,
ahol egy védett fizikai környezetből tulajdonítottak el aláíró tanúsítványt, illetve titkos kulcsot, melynek segítségével utána a támadókódot alá lehetett hitelesen írni. Itt is azért egy Tajvanot kivitelezni egy csipgyártónál egy betörést, ez mutatja, hogyha olyan ellenfél áll a másik oldalon, akinek erre megvan a megfelelő apparátus, akkor ez ellen nem fogunk tudni egyszerűen védekezni. A hétszerkezetes védelem tehát az a megközelítés, amivel a lehető legjobban meg tudjuk előzni a fizikai térből érkező támadásokat. A hétszerkezetes védelem, mint említettem, nagyjából arról szól, hogy minél jobban megközelítjük a védendő információt, annál nagyobb fizikai akadályokat gördítünk a támadók elé. Ennek a megvalósulási módja nyilvánvalóan az, hogy szegmentálom a különböző fizikai zónákat, és ezekben a szeparált környezetekbe állítok föl minél több fizikai védelmi intézkedést. Nyilván, hogy minél jobban lehetetlenné tegyem a védendő értékhez való hozzáféréseket. Például, ugye megvan a telephelyem. A telephelyem köré tudok tenni egy kerítést. A kerítést alapvetően már egy olyan akadály, amin a legtöbben nem fogok tudni átjönni, na de hogyha az a kerítésen van egy kapu, és ezt a kaput nem tudom bezárni, nem zárom be, akkor nyilván nem kerül túlságosan sokba a támadónak, hogy bejön a területembe. Az épületemen belül kártyás beléptető rendszereket használok, hiszen ezzel már csak a jogosult felhasználók tudnak bejönni, kivéve nyilvánvalóan akkor, hogyha a behatoló odaáll a hátsó bejárathoz, és miközben az épületben dolgozó munkatársak eléggé el nem ítélhető módon az aktuális cigijüket szívják, kint a hamutartóval kitámasztott ablak mellett a támadó ezekkel együtt, ezekkel a kollégákkal együtt súran be az épületben. A liftek és a lépcsőházak kártyás beléptetővel védettek. Na igen, nem csak, hogyha mondjuk a takarító személyzet például kitámasztja a lépcsőháznak az ajtaját, akkor, mert hogy kényelmesebb takarítani, akkor megint csak nem lesz egy különösebben nagy probléma a támadónak bejutni a védett infrastruktúrába. Hozzáteszem, hogy a legtöbb esetben bőven elég megkérni valakit, hogy legyen szíves engedjen be fog engedni. Ahány irodaházban én már jártam életemben, föl tudnám szerintem az egy kezemen sorolni, amikor valaki egyetlen megkérdezte, hogy mit csinálok én ott. Mindenki megbízik abban, hogy majd a portán úgyis ellenőriznek, és csak úgy jutok be az irodaházba, hogy a portás beenged ellenőrzés után. Jelzem, ez nem mindig van így. Na, irodahajtók szintén kártyával legyenek biztosítva, viszont a kártyák, nem, illetve az ajtók, azok nem feltétlenül mindig csukódnak be tökéletesen, az ajtók behúzó nem feltétlenül mindig működik tökéletesen, vagy egyszerűen csak lassan csukódik be, és ilyenkor van ideje a támadónak ahhoz, hogy megtartsa az ajtót, és be tudja menni. Itt ugye nincs is szükség betörésre, egészen egyszerűen csak be kell nyitni az ajtót. Ha pedig benn van a támadó az irodában, akkor bár mindenki ismeri a tiszta asztal politikát, azaz soha nem hagyunk semmilyen információt az asztalon, amit le lehetne olvasni, és lezárjuk természetesen a számítógépünket is, azért valójában ez nem mindig szokott megtörténni a gyakorlatban. A támadó pedig már is ott van, fizikailag hozzáfér a védendő információhoz. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet által végrehajtott sebezhetőségű vizsgálatok esetében például akár ilyen szinten is letesztelhetik az adott szervezetet, és miután a Nemzeti Kibervédelmi Intézet alapvetően a nemzetbiztonsági szakszolgálat részeként működik, nyugodjunk meg, ott vannak olyan szakemberek, akik ezt végig tudják gond nélkül csinálni, tehát mindig próbáljuk meg a szabályokat betartani, mert úgyis lesz olyan támadó, akinek nem okoz különösebb problémát ennek a fizikai betörésnek a végrehajtása. A hétszerkezetnek tehát az a lényege, hogy ha a támadó át is jutott egy védelmi vonalon, a következő védelmi vonal feltartóztassa őt, megfogja őt, vagy legalábbis jelezze, hogy illetéktelen személy van azon a szinten. Ezt preventív, detektív, korrektív védelmi intézkedésekkel is mind meg tudjuk erősíteni, például ugye a beléptetőkártyák, például a térfigyelő kamerák használata jó példát mutat arra, hogyan tudjuk ezt a héjat a lehető legjobban erősíteni. A bizonyosságot arról, hogy a fizikai biztonság hogy működik, ahogy az élet más területein is,
Természetesen tesztekkel tudjuk a legjobban végigpróbálni. Tesztek, gyakorlatok, szimulációk, ezek mindig megmutatják, hol vannak a gyenge pontok, de már előbb említett például az NKI által végrehajtott sebezhetőségvizsgálatok, pentesztek, etikus hekkeléseknek is részei a fizikai térből érkező problémáknak a bemutatásai. Amit viszont az információbiztonsági szakember a leggyakrabban és a legjobban meg tud tenni, az az, hogyha valamilyen ellenőrző listája van, például az IBTV követelményeinek az ellenőrzését viszi végig, és ezt a biztonságtechnikai szakemberrel közösen hajtják végre. Összességében tehát a fizikai biztonság része az információvédelemnek, ebben az információbiztonsági szakember együtt dolgozik a biztonságtechnikus csapattal. Egyébként az adatvédelmi szakembereknek nagyjából annyi feladata van a történetben, hogy ne felejtsük el az adatokos információs rendszerekben személyes adatokat is tárolnak, ennek megfelelően a személyes adatok védelméhez is hozzátartozik a fizikai védelem, de adatvédelmi szakemberek részére csak annyit tudok mondani, hogy mindezt együtt az információbiztonság és a biztonságtechnikai szakemberekkel különösen figyeljenek arra, hogy azok a rendszerek, melyben személyes adatok vannak, azok a fizikai térből is megfelelően védettek-e, illetve megfelelő eljárásrend ki van alakítva ahhoz, hogy a leggyakrabban előforduló eset, miszerint a pendrive-ot ott hagyjuk valahol tele egy Excel fájlokkal, melyek szanaszét vannak írogatva személyes adatokkal, ahogy ebben az esetben meglegyenek a megfelelő fizikai védelmi intézkedések. Ehhez pedig az kell, hogy amellett, hogy a fizikai védelmet kialakítjuk, oktatjuk is a kollégákat, tudatosítjuk őket abban, hogy a fizikai térből is érkezhetnek problémák, és összességében ez fog majd hozzájárulni az egyel megint csak jobb információbiztonsági irányítási rendszer kialakításához. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!